minden tetted, minden gondolatod és minden szavad az igazságot kell, hogy tükrözze. Na de kinek mi az igazság, amikor például megbántok valakit, mert hát az az ő érdeke, hogy megmondjam neki most már az igazat. Általában az ilyen jó akaratú útmutatások, azok nem az igazságon alapulnak. Az igazsággal soha nem tudsz bántani. Abban a pillanatban, hogy valakit megbántasz, akkor már nem az igazságot mondtad, hanem abban benne volt az egód is. Amikor az igazságot az áhimszának alárendelve, a nem ártás törvényének alárendelve prezentálod valakinek, akkor az nem fog megbántodni, és nem fog megsértődni. Hogyha abban, amit mondunk, beletesszük az egónkat, megjelenik benne a kioktatás, megjelenik benne egy olyan hangsúly, ami már nem az igazságot hivatott szolgálni. A motiváció az az legyen, hogy hogyan tudnánk változtatni. És hogyha elég szeretettel mondod el a mondani valódat, akkor a másik nyitott lesz rá, nem kezd el befeszülni, mert nem érzi benne az egódat.